Gépek dolgoznak a Szent István utcán. Az elmúlt két évben több mint 40 utcában fogadta hasonló látvány a közlekedőket. És ez az időszak most véget ért, mivel a Városháza Bencs termében tartott sajtótájékoztatón Kovács Ferenc polgármester bejelentette, lezárultak az 5 milliárdos útfejlesztési programnak a kivitelezési munkálatai. A polgármester azt mondta, nehéz örökséget vettek át a korábbi városvezetéstől, hiszen 2013 előtt a 610 kilométeres önkormányzati tulajdonú úthálózatnak közel a 60%-a földút volt. Az első körben a nagykörúton belül kellett a földutakat leaszfaltozni, és azóta több mint 130 utat aszfaltoztunk. És ez az 5 milliárdos csomag, amit a kormánytól kaptunk, ez a támogatás, ez nagyon-nagyon nagy előrelépés volt, de ezt is valójában úgy tudtuk megvalósítani ilyen rövid feszített határidővel, és azt gondolom a támogatást is azért kaptuk, mert az önkormányzat saját pénzből előtte, az előző években megrendelte és finanszírozta kiviteli terveket. Tehát fontos elem az is, hogy az utak jelentős részénél az ott élők, a lakosok ideadták ingyenesen azt a sávot, ami kellett az út megépítéséhez, amivel persze az ő utcájuk lett jobb, és az ő ingatlanuk értékelődött fel, de ez egy komoly gesztus, köszönet érte, és hát köszönet mindazoknak, akik ebben a nagyon feszített nagyvállalati munkában részt vettek. Az úthálózat fejlesztés három ütemben valósult meg, és összesen 38 földút aszfaltozását és 5 nagyforgalmú út teljes felújítását jelentette. Vinnai Győző, a megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, történelmi léptékűnek nevezte a Nyíregyházát, valamint a Bokortanya világot érintő úthálózat fejlesztést. Nyíregyházának sajátos település szerkezete van, nagy külterületi részei vannak, több település rész, mint Lórosi rész, Nyírszőlősi rész, Borbányai rész, és a Bokortanyák ide tartoznak, és itt nagy volt az elmaradás. Én 2010 előtt önkormányzati képviselő voltam, és láttam, hogy mennyi földút van. 2013-tól a mostani önkormányzat polgármester úrral már szisztematikusan igyekezett minél több utat aszfaltozni és helyreállítani, de ez az 5 milliárd forint lehetővé tette, hogy történelmi léptékű előrelépés legyen, nem csak a felújításban, hanem a földutak aszfaltozásában is. Dukai Miklós önkormányzati államtitkár azt mondta, Nyíregyháza és a kormány, illetve a belügyminisztérium között példaértékű az együttműködés, és Nyíregyháza számára jelentős támogatást jelentett az elnyert 5 milliárd forint. Ez a pénz, meg ez a kormányhatározat, ami rendelkezett erről, ez összességében 65 projektet tartalmazott, és összességében kicsit több mint 27 milliárd forintot osztott szét között a 65 projekt között a kormány. Ebből az egyik ilyen projekt csomag az maga az 5 milliárdjával, ugye Nyíregyháza. Ez nézőpont kérdése. Én azt gondolom, hogy ez egy jelentős forrás még Nyíregyháza esetében is, tehát azt lehet mondani, hogy ez egy nem kicsi összeg. És ugye azáltal, hogy ebből azért rengeteg utcát megcsináltak itt Nyíregyházán, ez ilyen szempontból jól hasznosul. Szabó Tünde az Észak-Kelet-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos a jövőt illető tervezett beruházások kapcsán kiemelte a Nyíregyháza és Debrecen közötti útszakasz fejlesztését, valamint a környezetvédelemhez is köthető zöldváros programot.